Nekem a ásványgyűjtés hobbi volt, amíg Szegeden laktam. Néha elkalandoztunk haverokkal ide-oda, vagy barátokkal. Zemplént ismertem, ide járogattam gyűjteni, ugye, még annak idején, amikor csak a szabadságok erejéig tudtam ide jönni. És a Zemplén az egy varázslatos hely. Szépek. Egyszerűen azért gyűjtöm az ásványokat, mert szépek. Nincsen emögött semmi egyéb. Nem kell ennek, hogy értelme legyen. Az ember olyan csomó dolgot csinál, aminek semmi értelme nincs, miért ne csinálhasson ilyet is. Az ásványgyűjteményem nyugodtan kijelenthetem azt, hogy zempléni anyagból az ország legnagyobb gyűjteménye. Az ásványnak az a tulajdonság, hogy a föld alatt van. Tehát az egy ritka nagy mázli szerencse, hogy az ember óra bukik egy szép kövön, ilyen nem nagyon fordul elő. Egy az, hogy geofizikus szakon ott tanultunk mi ásványkőzettant, tehát nekem azért a kőzetek más ugnak bizonyos dolgokat, másrészt meg kialakítottam egy módszertant, amivel rá tudok kutatni egy területre. Tehát én úgy hívom magamba ezt, hogy szórás anyagvizsgálat. Hát ez a féle tesztásás lesz csak, mert hát igazából ugye nem tudjuk, hogy itt van-e valami, de hát ilyen módon lehet megállapítani, ha valami törmeléket találok, ami érdekes, akkor nyilván erősebben megnézik a környéket. Jó, gyökeres a talaj, de hát ez egy erdőben nem szokatlan dolog. Nincs benne az a murvás, szemcsés anyag, ami a kőzetek málásából van. Tehát itt már túlságosan elmált, ez ilyen leüllepedett terület. Minden embernek ugyanannyi ideje van a születésétől a haláláig. És ez nem mindegy, hogy hogy tölti el az ember, hogy most másokra fordítja ezt az időt, mert mondjuk, mint Teréz anya, az teljesen nemes történet, de ez az ő döntése volt. Amikor nem ő dönt a saját idejéről, és mégis másra áldozza, akkor az én úgy gondolom nem egy fair dolog. Akkor éljük helyesen az életünket, hogyha az időnket az egyéniségünknek megfelelően éljük meg. Alapvetően a felismerés a vállásom után jött meg, ugye akkor kerültem be a broker céghez dolgozni, ott minden másodpercekre megy, és mindent időre kell csinálni. És akkor döbbentem rá, hogy miért csinálom én ezt tulajdonképpen. Mikor idejöttem Kisutára, én azt láttam, hogy itt az embereknek alszik a tej a szájukba. És én megvallom őszintén, arra vagyok büszke, hogy eljutottam ide. Tehát ez nem kis dolog volt, tehát én zizegtem, mikor idejöttem. Meg kellett tanulnom élni itten. Tehát nekem az a meglátásom, hogy az emberek egyszerűen nem tudnak élni. Hihetetlen mekkora anyagi eszközök fölött rendelkeznek egyesek. Most nem nagy pénzekről beszélek, tehát 150 ezer forintról beszélek havonta. Nagyon nagy pénz. Hát nekem össze-vissza van 20-25 ezer havonta átlagban. Ha van, nem mindig van meg. És megvan mindenem. Szervezés kérdése. Attól, hogy valaki milliárdos Bahamákra megy, nem jól éli az életét. Nem az az ő egyénisége. Nem hiszem el, hogy az embernek az az egyénisége, hogy kifekszik a pálmák alá, egyik koktélt a másik után issza, kiszolgáltatja magát különböző emberekkel. Ez nem hiszem, hogy ilyen ember, ez természetes dolog. Természetes az, amikor az ember tevékeny. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy nekem ugyanúgy van főnököm, mint bárki másnak, csak az én főnököm én magam vagyok. Tehát én nem hagyom magamat, hogy ágyba henteregjek akármi. Én ha látom, ha olyan az idő, akkor fogom magam, azt megyek. És nem mindig az ásványgyűjtésről szól, lehet, hogy csak kimegyek. Leülök a hegytetőre és gyönyörködök a világba. Itt a finom laska gomba. A gomba szezon van, én képes vagyok heteken át gombát tenni, reggel este. Rengetegféle módon tudom elkészíteni, nem unom meg. Tehát csinálok gombást is, gombafasírtot, gombalevest, gombás rántott, tehát vagy csak egyszerűen hagymás gombát, attól függ, hogy mennyi gomba van. A festészetem az inkább terápiás jellegű. Ként indult, hogy így mondjam. Tehát amikor mély pontokban voltam, akkor leültem, azt fölvéstem hip-hop 4-5 képet. Gyorsan dolgozok. Itt nem akarok tudatos lenni. Én nálam a kép egyszerűen megjelenik, és akkor az megy, kész, ott van. Nem érzem magamat magányosnak egyáltalán.
Nagyon sokan járnak hozzám, tehát tényleg itt a faluban ez már legenda, hogy hol ez jön, hol az megy, mindig van itt valaki. Tehát ebbe az évben is szinte zsúfolt volt a programom. Mindenképpen érdekelnek a világ aktualitásai, és érdekes módon annak ellenére, hogy itt vagyok kvázi remeteként, el is jutnak hozzám ezek az aktualitások. És van bennem egy olyan, mondjam azt, hogy képesség, hogy kis töredékekből összeállnak a dolgok, tehát nagyon jó az asszociációs készségem. Nehéz megfogalmazni, mi az, hogy boldogság. Tehát én szerintem ilyen, hogy boldogság permanensen, hosszú ideig nincsen. Az ember boldog tud lenni egy adott időszakra, vagy pillanatra, vagy egy helyzet miatt. De olyan, hogy most állandó jelleggel boldog, az már gyanús dolog. Ott már valami túlfűtöttség van. De olyan, hogy elégedett az ember, tehát tudja azt, hogy kicsoda, tudja azt, hogy miért csinálja azt, amit csinál. Na ezek fontos dolgok.